iPhone Israel. Jogi következményét akarom látni, hogy fegyveres biztonsági őrök vannak Bodrogkeresztúr közterületén. Ő itt Rozgonyi István Bodrogkeresztúr polgármestere. Épp a Szerencsi rendőrkapitánnyal beszél telefonon, és azt szeretné, hogy ezek a fekete ruhás biztonsági emberek ne állítsanak meg senkit a falu közterein. Nekem egyetlen egy fő kérdésem volt, hogy ne legyen civil, fegyveres civil biztonsági őr, nem lehet Bodrogkeresztúr közterületén, mert törvény sér. Az ő személyi biztonságukra ügyelünk. Ők bérelték fel a biztonságiakat. Azok a haszid zsidók, akik évről évre eljönnek Bodrogkeresztúrra, hogy a falu csoda rabbiához, a 100 éve itt élt Sájel rabbihoz imádkozzanak. Till now we never had serious issues here, but yes, in the last few months we do have serious issues with the new mayor, which is standing up, and I'm going to repeat his words. He doesn't want Jewish people in the neighborhood, and he's trying to fight every Jew here. Even it's a day before the celebration, he's trying every minute and every to stop the people, trying whatever he can to stop it. But I think the government is not working along with him. Thank God that the government of Hungary is a very good government and it's democratic, and they're working along with it. And even the police department, and thanks to everybody in the police department, which they're working along, and they're trying to help us, and they're trying to help everybody around here. Novák előtt képviselő úr, tisztelt háza, mi hazánk képviselője. Áper 8432-es számon azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak. Miért hagyják, hogy az izraeliek is felvásárolják Magyarországot címmel? Tisztelt ház, tekintettel arra, hogy a mi hazánk frakció vezetője ezen azonnali kérdésnél előzetesen nem nyilatkozott a személyes válaszadási kérelemről, ezért ezt a határozati házszabály alapján úgy kell tekinteni, hogy a kérdésfeltevő képviselő személyes válaszadást nem kér. Ennek megfelelően Novák előtt képviselő úrra illeti a szó, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, Izrael felvásárolja Magyarországot. Ez Simon Peres izraeli elnök 2007-es elszólása óta nem összeesküvés elméletnek, hanem gyakorlatnak minősül. A kiszivárgott videó felvételt Hering József, a kuruc.info publicistája találta meg és fordította le. ואני רואה שאנחנו קונים את מנהטן וקונים את הונגריה וקונים את רומניה וקונים את פולין. אז אין בעיות לנו, אני מבין שהכישרונות והקשרים והתנופה מגיעה כמעט לכל מקום. וזה באמת מעניין. מעניין מפני שאנחנו ארץ קטנה בסך הכל. וכנראה שקשה לנו מאוד יהיה להיות ארץ תעשייתית. Pashut en lanu maspik shuk mikomi gadol bishvil lasot tasiyamit. A néhai dr. Grespik László a fővárosi közigazgatási hivatal vezetője volt. Én már akkor is főispánnak szólítottam egy gratuláló levélben, amikor közérdekre hivatkozással már korábban is korlátozta a külföldiek ingatlan vásárlását egy évente országonként maximalizált számban, ami persze leginkább az izraeli érdekeket sértette. Így nem is oda, hogy az első Orbán kormány kirúgta őt, mellesleg törvénytelenül, amit munkaügyi bíróságon is bebizonyított később. De azóta az izraeliek is szabadon vásárolhatják fel Budapestet és a vidéket is. Bodrogkeresztúr egy festői falu Tokaj-hegy alján, a világörökségi területen, a Borvidék szívében. A Kárpát-medence egyik legrégebbi katolikus temploma is itt van. De egy évtizeddel kitalálták a haszid zsidók, hogy az ő zarándokhelyük legyen, azóta már a falu fele van külföldiek tulajdonában. Az elmúlt 5 évben 25%-kal csökkent a falu lakossága, a KSH adatai alapján 10 év múlva megszűnik a település, vagy egyfajta skanzen lesz haszid zsidó falu. A felvásárlók miatt a településen irreálisan magasra szöktek az ingatlan árak, így azok a tőzsgyökeres fiatalok, akik ott szeretnének maradni, ezt anyagi okok miatt nem tudják megtenni, ezért a lakosságcsere felgyorsulhat.
Az ingatlan befektetők engedély nélkül építkeznek, az állam mégsem bontatja le azokat. Például a faluban lévő zsinagógát is építési engedély nélkül emelték, azonban azt a jogerős bírósági bontási határozat ellenére is tovább használják. A 900 lakosú településre több tízezer zsidó zarándok özönlik minden májusban, terrorveszélyt is okozva. Zavarják az ott lakók nyugalmát, ordibálnak, részegek, kábítószereznek, ahogy azt a polgármester is elpanaszolta nekem. Egy vidéki buli negyed lett a zsidók számára Bodrog keresztúr, kutyákat is hergelnek rendszeresen. Most csütörtöktől az óvoda, pénteken az iskola is zárva tartott inkább, ugyanis csak így tudják garantálni a gyerekek biztonságát. A település élhetetlen, ahogy azt részletes cikkeiben is bemutatja a Magyar Jelen és a kuruc.info hírportál. Miért hagyják, hogy az izraeliek is felvásárolják Magyarországot? Orbán Balázs úrtól, a miniszterelnök úr politikai igazgatójától fogjuk hallani. Parancsoljon, igazgató úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Először is a felszólalása elején elmondottak a kapcsolatban szeretnék egy kis pontosítást tenni. Magyarországon az úgynevezett harmadik országbeli, tehát az Európai Unión kívüli állampolgárok esetében az ingatlan tulajdon megszerzése az immár, azt tudom mondani önnek, hogy évtizedek óta tulajdonképpen hazánk uniós csatlakozásától kezdve változatlan szabályok szerint történik, és ennek következménye az is, hogy a harmadik országbeli állampolgárok által Magyarország területén tulajdonolt ingatlanok aránya európai összehasonlításban az egyik legalacsonyabb. Amit ön Bodrog keresztúr esetében elmondott, ott ugye az a helyzet, hogy egy nagyon jelentős, valóban egyre jelentősebb vallási turizmusra vonatkozó igény jelent meg, és ezt az igényt kell a településen, Bodrog keresztúron élők igényeivel összhangba hozni. Ennek érdekében Magyarország kormánya azt az utat választotta, hogy nem a vallási turizmussal szemben uszítók mellé áll, hanem a település vezetői mellé áll. Mert nekünk az a fontos, hogy a Bodrog keresztúriak mit szeretnének ebben a kérdésben, és a Bodrog keresztúri település vezetőket igyekszünk támogatni ennek a kérdésnek a rendezésében. Ebből következik az is, hogy Bodrog keresztúr az elmúlt években több 100 millió forint, bizonyos kalkulációk szerint több milliárd forint kormányzati támogatást kapott a helyzet kezelésére, és külön szeretném önnek megköszönni azt, hogy említette a katolikus templomot. Ez a gyönyörű katolikus templom kormányzati támogatásból újult meg, ugyanúgy, ahogy a református templom is. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, igazgató úr. Egy perces viszontválaszra Novák előtt képviselő úré a szó, parancsoljon. Politikai igazgató úr, azért érdemes volna a kettős állampolgárokat is külön statisztikában kimutatni, akkor egészen más képletet láthatnánk Magyarország felvásárlásáról. Ami pedig ezt a bizonyos vallási turizmust illeti, ez jól hangzik, meg az is, hogy önök egyeztetnek a település vezetőivel. Valójában nem hiszem, hogy leültek a településnek akárcsak a polgármesterével is, akivel viszont én többször beszéltem, és egyértelműen kimondhatjuk azt, hogy a helyiek nem örülnek annak, hogy megint lezárják a falut, megkárosítva ezzel az ott tevékenykedő vállalkozókat. A településre a haszid zsidókon kívül a rendőrség csak azokat engedi be egyfajta no-go zónaként, akik Bodrog keresztúri lakcímkártyát tudnak felmutatni. Ezért a megkárosított 19 helyi magyar vállalkozó, pikáns módon még a Magyar Posta helyi kirendeltsége is, itt látható a pecsétjük és a tiltakozó levelük is, levelet írtak Pintér Sándornak, mivel a
helyi magyar vállalkozások, például szörbolt, étterem vagy műszaki bolt potenciális vásárlói nem léphetnek be a településre. Ez vállalkozásonként több 100 000 forint bevétel kiesést jelent a keresztény magyar családoknak, ezért azt szeretnék, hogy ne legyen lezárva a falu. Ezt kérték levélben, amire önök választ sem adtak. Azt gondolom, hogy kártérítés, kárpótlás is illetni őket, amit nem a magyar kormány kellene kifizessen, hanem azok a haszin zsidók, akik miatt önök jelenleg lezárják ezt a települést. Köszönöm szépen. Egy perces viszontválasz, illeti meg Orbán Balázs politikai igazgatórat is, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Rövid leszek, csak szeretném azt megismételni, hogy a Bodrog keresztúriak számíthatnak Magyarország kormányára és Magyarország kormányának támogatására, és sajnálatos módon nem számíthatnak a Mi Hazánk úszítóira. Soha nem hoztak ezek az úszítók megoldást egyetlen problémára se. Mi abban gondolkodunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.